Javában zajlanak az előkészületek az európai virágos városok és falvak versenyére. Egyelőre azonban kevés helyen láthatók látványos változások. A szem előtt zajlik viszont az 1848-as emlékmű környékének rendezése. Ma ismét ellátogatott városunkban a felkészítő bizottság, minden hónapban felkeresik a várost. A látogatás alkalmával is nagyon elégedettek vagyunk, hiszen a téli idő ellenére nagyon sok változás és fejlődés tapasztalunk a városban, illetve amiről még tudok nyilatkozni, hogy a szervező munka, tehát azok a feladatok, amelyek háttérfeladatok, azok nagyon jó állapotban állnak, és nagyon jó stádiumban állnak. Mindig nagyon örülünk neki, hogy egy nagyon jó felkészült szervezőcsapattal állunk szemben, vagy állunk együtt, inkább mondhatom így az önkormányzat részéről. Szombaton az is eldőlt, hogy július 2-án zsűrizik Moson-Magyaróvárt. Ez az időpont megfelelő a vegetáció szempontjából, igaz, közelinek tűnik, hiszen pont 4 hónap van hátra. Időarányosan azonban jól áll Moson-Magyaróvár. Most például, ahogy érkeztünk, láttuk, hogy munkálatok zajlanak a múzeumnál, látjuk azokat a város csinosítási, szépítési munkálatokat, amelyek zajlanak, parkrendezések és egyebek. Tehát azért azt meg kell, hogy valljam, hogy most így február végén és március első napján azért még ott tartunk, hogy azért még nagyon sok helyszíni terepmunka fog majd még ránk, illetve a felkészülő csapatra várni. De mégis azok a háttérszervezési munkálatok, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a zsűri jól érezze magát, és megfelelően be tudjon mutatkozni Moson-Magyaróvár, azok nagyon látványosak. A fák metszése, a parkok rendezése folyamatosan zajlik, emellett viszont figyelmet fordítanak arra is, hogy minél többekhez eljusson a verseny híre és jelentősége. Azt a társadalmasítási folyamatot készítjük elő és vezetjük le, ami segíti azt, hogy a lakosság megismerje, mi a virágzó város Moson-Magyaróvár kampánynak a lényege, hogy minél többen ebbe bekapcsolódjanak, és valóban szívügyüknek érezzék azt, hogy Moson-Magyaróvár ezen a versenyen sikerül szerepelhessen, és egy méltó helyet, díjat hozhassunk haza. Régi terv, hogy a magyaróvári belváros megújulhasson, ez a verseny miatt már idén megvalósulhat.